Saját bevallása szerint pár éve nem lőtt mesterhármast Illés Dávid. A Győri Eto FC középpályása tehetsége révén kivívta, hogy a felnőtt csapattal tartson Törökországba. Így másfél héten át Belekben az NB1-es kerettel együtt készült a játékos. Hogy méltán figyeltek rá, azt mindjárt az első NB3-as mérkőzésen bebizonyította, hiszen mesterhármasával és gólpasszával egyértelműen ő volt a mezőny legjobbja. Nagyon jól éreztem magam, igazából jobbak voltunk, mint az ellenfél. Örülök, hogy rúgtam 3 gólt, és hát remélem a továbbiakban is így fogunk játszani. Ez a 3 gól, ez azt jelenti, hogy a te önbizalmad az abszolút rendben van? Igen, abszolút rendben van, és hát remélem, hogy a folytatás is ilyen sikeres lesz. Az elsőnél ott gondoltad, hogy mennek el is lesz lehetőséged? Ott volt legalább 3-4 zicser előtte. Hát nem gondoltam, de hála Isten elém került, aztán sikerült berúgnom nekem. A negyedik volt leginkább tudatos gól, nem? Tehát ott azt láttam, mintha előre eldöntötted volna, hogy átveszed, tolsz egyet rajta, aztán lesz, ami lesz. Igen, igen. Hát láttam, hogy a kapus már hosszúra elmozdult, aztán visszahúztam rövidbe, és már nem bírta kijutni. Lesz a hétközben Liga Kupa mérkőzés, te nem mész korosztályos válogatotthoz. Számítasz esetleg arra, hogy elmész Debrecenbe? Hát igazából szóltak, hogy megyek, úgyhogy remélem most már nem jön közben semmi, és én is ott lehetek.